megakadályoznák a kajakkenu tehetségek és élversenyzők külföldi elcsábítását a sporták honi vezetői, akik közül a kiemelkedően sikeres műhely honvéd szakosztályvezetője már büntetni is kényszerült egy titkos azeri tárgyalások miatt. A versenyzőként kétszeres olimpiai bajnok Horváth Gáborral már is megbeszéljük az eláramlás ellenszereit, a jövőképet és az egyesületek megbecsülésének hiányosságait is. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gábor kezdjük ezzel a konkrét, a, ugye nektek is van az eri ügyetek, ez a, az, az eri téma az divatos nálunk, túl vagytok ezen az úgymond az eri szenzáción Szala és Dombóvári maradt, hiába mesés, fizetés, ez saját elhatározásuk volt, vagy pedig az, ezért ez, ez ugyanaz a csábítási hullám, hát amit... Én, én úgy gondolom, hogy az, hogy valaki egy ajánlatot meghallgat, az semmilyen probléma nincsen, itt a, az alapvető probléma az az volt, hogy nem tájékoztatták az Egyesületet arról, hogy ők kimennek és meghallgatnak egy ajánlatot. Én úgy gondolom, hogy tisztáztuk a helyzetet, ugye sok kérdője felmerült ezzel kapcsolatban, hogy ők hogy mentek ki, titokba előre megszervezett úton módon, azért Bakuba nem az egyszerű kiütni, a egyszerű kijutni, és fölülök a repülő, és kiszaladok. Viszont Honom, magyarok mér... mindenhol vannak, igaz? Hát magyarok igen, előfordulnak a világ minden a táján. Ugye kaptak egy csábítást egy, egy feltétes szerződés keretein belül, amit ugye a médiumokban sokan elfelejtenek elmondani, hogy ugye miért jött ez a két fiú haza, egyszer azért, mert hát ugye mégiscsak magyarok meg ugye itt készültek a Honvédba. Másik fele az, hogy a konkrét szerződés, amit nem látott senki, hogy ugye milyen számok szerepeltek benne, volt egy ilyen kritérium, és hogyha ugye nem az eredmények, akkor ezt vissza kell fizetni. Ohó. Tehát De... azért nem, nem mind arany, ami fénylik címszóval. Még Azerbajdzsánban sem. Az sem ugye te azt mondtad, hogy kaptak büntetést, de ez egy belső ügy. Én azt mondom, hogy egy belső ügy. Lezártátok, ő, elismerték, lezártok, hogy hibáztak, a fiú, megdumáltátok. A fiúk megértették, hogy nekem mi volt a problémám, nekem az volt a problémám, hogy ugye nem Bakuból, egy telefonon keresztül szerettem volna megtudni, hogy a két versenyzőm kint tartózkodik Azerbajdzsánban, hanem elvártam volna itt a hosszú évek után, amit a, hogy a klub, klubtól kaptak támogatást, meg segítséget, azután, hogy odának elém vagy a vezetéssel is azt mondják, hogy szeretnénk meghallgatni egy ajánlatot. És most az te azt van, hogy Persze. Tehát, van. hogyha ők előtt, az azeri utazás előtt szólnak, akkor te nem emelsz baltát? Nem hogy úgy Abszolút mondjam. nem. Szerintem ez teljesen normális dolog, ha valakinek lejár a szerződése, meghallgat máshol egy ajánlatot. Ha már itt tartunk, és az előbb utaltál erre a bizonyos nem mind arany, ami fénylik kitételre, az ilyen ígérgetések, és nem csak az hanem általában, amelyek most érik a ti versenyzőiteket, mennyire reálisak és mennyire irreálisak külföldön, ezek szerint akkor nem feltétlenül jobbak azok a feltételek? Én azt gondolom, hogy elég nagy a világ, biztos vannak olyan helyek, ahol, ahol magas fizetés vagy juttatásokat tudnak biztosítani a versenyzőknek. Én jelen pillanatban konkrétumokat nem láttam soha, én mindig csak felvetések vannak, meg repkednek a hírek a médiában, ilyen van, olyan, olyan csúcsgázsikról. Megfelteszem a kajakenú világban is, nem? Mert ez... Hát én úgy gondolom, igen. Én szerintem Magyarország az egy kajakenú berkéken belül egy magas színvonalon működik, még mind a mai napig és azt mondom, hogy átlagosan azért itt a, a top versenyzők azért viszonylag egy jó életszínvonalat tudnak biztosítani maguknak. Na erre vagyok itten kíváncsi, hogy uh, hogyan tudnád jellemezni, hogy milyen helyzetben, milyen anyag és uh, szakmai helyzetben van ma, ma Magyarországon egy kiemelkedő tehetségű kajakkenus. Uh, hol húzódik az a bizonyos határvonal, ameddig azt mondjuk, hogy burokban él és a másik oldalon meg amikor azt mondjuk, hogy hát azért vannak gondjai. Hát sajnos ezt eléggé le lehet szűkíteni, ezt a részét. Ugye az a pár top versenyző, ugye, aki az olimpián eredményeket tud hozni, itt beszélek ugye dobogós helyekről, azok én úgy gondolom, hogy azok egy viszonylag normális egzisztenciát tudnak hozni maguknak. Viszont a második van, aki rögtön mögöttük jön, hogy ugye az a fiatal generáció, aki az ifi, junior, tehát ez a majdnem odaértem, de még nem érek hozzá, az gyakorlatilag nagyon-nagyon rossz helyzetben van. Hát beszélgettünk itt már például Szilárdő Katalinnal, hogy ott, akikről az előbb említettél, ott már ilyen 40-60-80 forintokról beszélünk. Hát igen, igen. A százer forint az már jónak számít. Az már jónak számít. Igen. E, hova tartozik az említett két fiatal ember? Hát a második vonalban. Annak mind a kettő nagyon tehetséges, tehát én úgy gondolom, hogy a Dombári, Tehát érhetnek el világra maximális, szóval szóval. Maximálisan, a Dombári Bence az egy abszolút, én egy favoritnak gondolom, hogyha ő esetleg ebből a fiatal mentalitásból be beérik, akár ő még Rióba is odaérhet és hozhat komoly eredményt. Menjünk egy kicsit tovább, mi van a mindenképpen már a legjobbak közé tartozó Csipes Tamarával? Ez a bizonyos burok ugye ezt a fater mondta hogy eddig Budaokban élt, a szövetség nem engedi, mi lesz most így vele? Hát, hogy őszintén én a Tamarával még azóta se si sikerült beszélnem, ő nem jelentkezett, amennyit én tudok a védesapjától, jelen pillanatban várnak a vízumra, valószínűleg, hogy február környékén tud jó esetben indulni az Ausztráliába. Azóta ő nem jelent meg edzésen, gondolom én nem is, nem is edz, tehát én nem tudom a hosszabb távú terveit, hogy hogy alakulnak. Ö, mit tudsz ö, Vereszkei kollégáról? Hát Vereszkei kollégára sok mindent tudok, ugye csapattársam hogy hát két olimpiát nyertünk egy hajóba, jó barátom is. Én most én úgy látom rajta, hogy ő keresi a helyét, gondolkodik edzősködésbe, szóval ő mindenféleképpen szeretne a sporták mellett maradni. E, Bulgária? Hát én tudom, szóba került Bulgária is. Igen, sok minden szóba került nála, konkrétumok még volt sincsenek. Gábor, egy kicsit beszéljünk arról, hogy, hogy ezek a csábítgatások és pontosan emiatt a kétféle anyagi kategória miatt is egy olyan élklubnál, mint a Honvéd, mi volna főként ebben a helyzetben, amikor amikor elvileg megnyílik a lehetőség a kajakánus sportok számára is egy, egy többlet támogatásra, mi volna a fontos számotokra? <hül> hát most a klub szempontot nézek, nagyon-nagyon rossz helyzetben van a hazai klubrendszer. Mindannak ellenére, hogy én úgy gondolom, hogy egy a sportstruktúra a klubokra épül, tehát hogy az oroszlán része a munkának a klubokba folyik, tehát a versenyzők az év 70-75 százalékát igenis ott töltik. Ott van bérezve az edzőjük, onnan kapják az infrastruktúrát, viszont ennek ellenére ugye az olimpia után mindenki jó megveregette a vállát, ugye a, a mobtól a szövetségi kezdve, mindenki megjutalmazta magát, viszont a klubok teljesen kimaradtak ebből a, ebből a rendszerből, mind erkölcség, mind anyagilag. Tehát egy levél, egy telefon... Se... Hát gyakorlatilag én rátok, úgy gondolom, nem... hogy semmi. Semmi. Tehát az a, lehet mondani, hogy egy nagy zéró. És hát ugye itt beszélünk a kiemelt támogatásról, ami való igaz, hogy kiemelt támogatásban részesül akár a honvéd is, csak hogy ezek a pénzek nagyon lassan, késve előfinanszírozással kell megoldanunk. Tehát egy, egy stabil támogató nélkül szerintem egy klub nem lesz likvid, ez akár hónapokon belül be is dőlhet. Látunk erre példát, ugye ott az MTK. Hát ott az MTK, az, a, az körülbelül már a kilátanság határa. Hát én úgy gondolom, hogy igen, és hát egy, én úgy láttam, hogy közömbös sem vette tudomásul a és hogy egy ilyen patinás klub gyakorlatilag lehúzta ott. Mi van nálatok? Mert ugye ott meg azt láttuk, hogy a hosszú-hosszú éveken át ott álló főszponzort, azt elszívkázza a foci. Hát a vető tudomásul, igen, ez, ez kellemetlenül érintett minket. Pláne annak tükrében, hogy én úgy gondoltam az olimpiai tribünön, ugye a győzelmek után, hogy itt talán egy nyugodt négy év elé nézzünk, és egy olyan felkészülés lesz biztosítva számunkra, ami, ami tud, ahol tudjuk tartani ezeket az eredményeket. Hát ez október végén, ugye egy hosszas várakozás után, ugye kimondta a főszmozor, hogy hát hosszú idő után ugye megválik a klubtól és a sportáktól. I ilyen szívú van a focinak? Hát gondolom én igen. Na most ne firtassuk, hogy milyen a klubban. <gül> <gül> Figyelj azt mondd hogy ebben a helyzetben ugye neked most új szponzor után kell rohangálni, igaz? Hát igen és szűkös határidőn belül ugye meg kell találnom, hogy ugye januártól ugye én meg tudjam kötni a azokkal a versenyzők, akikkel meg tudok egyezni, ugye az új szerződéseket. Emellett neked milyen javaslataid volnának, hogyha megkérdeznének? Ugye most a Kajakkenú Szövetség vezetése is ott volt a miniszterelnöknél, mert 10-15 milliárdos többletforrást ígértek ennek a 14 sportágnak, köztük 11 egyéni olimpiai sikersportágnak. Ha már itt a klubfinanszírozásról beszéltünk, gondolom, ha megkérdezne, van véleményed erről? Hát van, én nagyon örülök neki, hogyha ez, ez valós lesz és igaz lesz, hogy ennyi többlet pénz fog kerülni a sportákba, én csak a folyamatot nem látom, meg annak a sebességét. Ugye, mint említettem, hogy központosítás zajlik valahol ugye az országban, de ugye még mindig ez a klub struktúra zajlik, vagy hát annak a keretein belül történik a felkészülés. És hát én nem látom a folyamatot, mire ezeken az állami szerveken keresztül megy ez a pénz, hogy mikor fog odaérni. Tehát én a sebességet ítélve, meg ugye a múlt év konzekvenciáit levonva, tud látom, hogy ha ez a 15 milliárd most elindulna a saját maga útján, akkor nagyságrendileg mire a, a műhelyhez valami elosztás alapján eljut, akkor gyakorlatilag lesz szeptember. És akkor kérdésem, hogy ugye abban a kilenc hónapban mi fog történni. Ergo itt az a kérdés, hogy ne, hogy ne jussál az MTK sorsára. Hát gyakorlatilag igen, szerintem most minden klub, legalábbis a kluboknak a nagy része az a túléléséjük. Utolsó kérdésem, mivel biztatod, próbálod egybe tartani a társaságot, hiszen azért itt az élversenyzőkön kívül 80-100 tehetséget is neveltek meg gondosztok? Hát igen, itt van egy komolyabb utánpótlás bázis is, tehát azért mi próbáljuk úgy felépíteni magát a klubot, hogy piramis elv alapján, hogy legyen ez széles utánpótlásbázis, ami számunkra egy nagyon fontos, meg én úgy gondolom, hogy a sportág enélkül nem fog tudni tovább létezni, tehát nem fognak kitermelődni olyan tehetségek, mint akár most a Danuta, a Szabó Gabi, vagy a Kovács Kati. Szóval enélkül, enélkül a bázis nélkül nem lesz teteje, és akkor nem lesznek eredmények sem. No, hát remélem, hogyha legközelebb beszélgetünk, akkor egy kicsit jobb kedvvel lehet. A Ezt kedve az jó egy. A kedv az igen. Az opt optimizmus az határtalan, szóval én bízok azért abban, hogy itt a sportág körül vannak még olyan emberek, akik, akik, támogatják, és akár mecénásként, akár szponzorként azt mondják, hogy érdemes egy ilyen eredmény mellé odaállni és párosítani, akár valamilyen cégnek a nevét. Hát hajrá, Gabi, köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm. Tenni.